Tengerész egyenruhában érkezett, összes érdemrendjével a kabátján. Mögötte a fővezéri zászló és vezérkari főnöke Sós Károly tábornok látható, kezében fehér csokorral, melyet a fővezér kapott útközben. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a sokat szenvedett haza reménységét, jövendőjét látja Hortiban és Vitéz katonáiban. Míg a fővezér válaszolt, lova kantárját Marsovszky György főhadnagy fogta. Horthy sokat idézett szavainak folytatása eképpen hangzott. Ez a város megtagadta ezer éves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Sós tábornok mellett Magasházi László tüzérszázados, Horthy Miklós szántsegédje, mögöttük pedig a küldöttségek hallgatták nagy lelkesültséggel szavait. 9 órakor ágyúszó jelezte a pesti oldalon várakozóknak, hogy a hadsereg a Ferenc József hídra lépett. A felvételen a huszárok díszcsapata látható sűrű kettő sorokban, akiket Magasházi László százados követ. 15-20 lépésnyire pedig maga a fővezér érkezik fehér lován. Mögötte Sós tábornok, majd a tiszti különítmény lovas díszszázada lépkedett az ernyők alatt álló éjjelző és fehér zsebkendőket lobogtató ünneplők sorfala között.